Mikrofont kéne használni. Köszöntök mindenkit, és megkívánok a Balogh Sándort és professzor Bodor Cecília professzor asszonyt, hogy beszélgessenek a könyvben, és minket többet tudunk tőle. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, azt gondolom, nekem nem kell a mikrofon, tanárember lévén megtanultam átbeszélni egy termen. Sok szeretettel köszöntjük Önöket, és nagyon köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, a könyvkiadó és a tanár úr invitálását. Bodor Cecília vagyok, és a Szegedi Mérnökkaron dolgozom együtt tanár úrral, nem mondom meg hány éve, de nagyon sok. És tanár úr, amikor Szegedre került, akkor az agrárgazdasági kutatóból került hozzánk, előtte dolgozott az élelmiszergazdasági kutatóba, előtte egy picit a gyógynövénykutatóba is, de igazság szerint a legnagyobb élete, legnagyobb munkásságát és ha kiadott jegyzeteit, egyéb könyveit, szakcikkeit megnézzük, akkor mind-mind a gazdasági élet, az ökonómia témakörében publikált és kutatott és vizsgálódott, és nagyon sok köszönjük a nézők között itt ülő volt hallgatóját is, erre a területre állította rá, és ezen a területen értek el nagyon szép sikereket. És ha most megnézzük ennek a könyvnek a címét, alternatív táplálkozás és választható táplálékaink, tehát ebből úgy mindenki gondolhat sok mindenre, de nem az ökonómia. Hogy tanár úr, ha megengeded, az első kérdésem az lenne, hogy hogy jutottál el ehhez a témához, hogy gondoltál arra, hogy érezted azt, hogy neked erről kell írni? Szóval, hogy hogy csúsztam le eddig. De most amit professzor asszony az előzményekről elmondott, teljesen fedi a valóságot. Az életem a szakmai munkásságán fele részét valóban makro és mezo ökonomiai elemzésekkel töltöttem el. Az Szegedre, tehát az élelmiszeripari főiskolára való kerülésem előtt csak példaként mondom, hogy két óriási nagy munkám volt. Az egyik a Magyar Élelmiszeripar 20 éves tálalati fejlesztési terve. Ez aztán valójában egy komoly közgazdasági munka. A másik pedig egy nemzetközi együttműködésben megvalósuló fejlesztés, ugyancsak a magyar élelmiszeripar számára, amelyet hát úgy kezdeményezett a mezőgazdasági és élelmiszeripari minisztérium, hogy ez a nemzetközi együttműködés elsősorban a úgynevezett volt baráti szocialista országokat foglalja magában, és ezt csak azért mondom, mert ez a ország legjobb szakembereivel együttműködésben készített óriási nagy munka. Ez szinte azonnal a papírkosárba került, bocsánat, inkább az irattárba. Egyébként is a életem első felének a produkciói a minisztérium és a tervhivatal irattárában találhatók meg. Ezek ugye olyan munkák voltak, amelyek nem kerülhetnek nyilvánosságra, tehát például ilyen tiszteletre méltó közönség elé sem. A másik munkám pedig, ebből az irattárba került munkából aztán némi transformációval kikerekedett a világbanki fejlesztési programok ágazati sora. Ott az utolsó tevékenységem az volt, hogy megcsináltam az élelmiszeripar számára. Hát az itt levők közül sokan emlékeznek. Boldogult emlékű Kóbor Kálmán nevezetű barátomra, utódomra, a
a Budapesti Egyetem tanszékében, tanszéki székén, professzori székén, vele együtt csináltuk ezt a üzleti tervet, amely hát a maga nemében egyedülálló volt, mert ilyen jellegű munkákat nem lévén ilyen igény, akkor csináltak először a nagy magyar élelmiszeripari vállalatok. És akkor jött 1988, amikor kinevezést kaptam az ipargazdaságtani tanszék élére az élelmiszeripari főiskolán. Hát itt az elején még elég tisztán, vegytisztán mezőekonomiai téma volt, ipargazdaságtan jegyzetet írtam. Ez annyiban mai napig is egy kedvelt szakmám és foglalkozásom, hogy az egyetem természettudományos informatikai karán, mind a mai napig én oktatom a gazdasági informatikusoknak az ipargazdaságtan. Ez már egy sokkal nagyobb és némileg általánosabb, nem élelmiszeripari jellegű jegyzet, illetve a tankönyv lett. Most ezek után az ágazattól úgy gondolom, hogy elsősorban az Európai Uniós felvételünkre készülve és azt követően az érdeklődésem a vállalati szférára irányult, és ebben a kötekben három könyvet írtam, amelyből egy, hát nem irattárba, de aztán kívülre került, mert hát megkaptam hozzá az Európai Uniós támogatást, aztán mégse került használatba, amit végtelenül sajnálok, mert az első olyan magyar nyelvű könyv lehetett volna, amely az élelmiszeripar teljes vertikumát a mezőgazdaságtól a vendéglátásig átfogja, és mindezt nemzetközi összehasonlításban teszi, tehát valamennyi Európai Uniós tagországnak valamennyi olyan élelmiszergazdasági fázisát, pontosabban annak a hatékonyságát mutatta be, amelyben voltak bizonyos hátrányaink, vagy egész finom kifejezést használjak, és talán ezért is nem kerülhetett szélesebb körül terjesztésre. Viszont divódiat kapott a Bennett Iván professzorral együtt írott közös munkánk, amely az Európai Unió agrárszabályozás, illetve agrárpolitikai és élelmiszer szabályozása volt, amelyet egyébként Nagy Frigyes professzor úr volt miniszter, lektorát, amelyet ezúton is köszönöm kritikai észrevételeit. Sajnos most már Iván nem tudom megköszönni, mert ő nem nagyon régen eltávozott az élő sorából. Ezután következett az a szakasz az életemben, a szakmai életemben, amikor arra gondoltam, hogy a vállalatoktól is tovább kellene mennem talán a termékek irányába, és mindenek előtt a termékfejlesztés kezdett foglalkozni, ebben a körben több cikket is írtam, és itt megírtam egy tankönyvet is, egy elektronikus tankönyvet, amelyet remélhetőleg most is használnak, de már nem én tanítom. Aztán még egyet lépve tovább, egy kolléganőmmel, egy pszichológus kolléganőmmel elkezdtünk egy kurzust táplálkozás lélektan címmel, és ez hát 3,5 éven keresztül ment is, amíg a kolléganőm, hogy táplálkozás lélektan, ugye viccesen úgy fogalmaztam a kolléganőmnek, hogy
én majd a táplálkozást fogom oktatni, te pedig majd a lélektat. Most ez, hát majdnem így is lett. A kolléganőm kilépett tőlünk, elment máshova, és ezt a témát nyilvánvalóan tovább oktatni nem tudtam, illetve hát nem is nagyon szándékoztam. És akkor elérkeztünk oda, hogy az a késztetés alakult ki bennem, hogy az élelmiszer fogyasztás a fogyasztó oldaláról sok oldalon kellene vizsgálni, hiszen a helyzet az Magyarországon, hogy egyáltalán nem az a probléma a kormányzati oldalon nézve, hogy van-e elegendő élelmiszer a lakosság számára, mert előállítunk annyi élelmiszert, amennyi kell. Sőt, ugye a zöld forradalom, a magyar zöld forradalom beköszönte után, 1970-ben, ez egy történelmi dátum volt, ezt mindig ki is hangsúlyozom, a vizsgálatban azt mutatták, hogy a ezredéves történelmünkben 1970 volt az az első év, amikor minden magyar számára az élettanilag szükséges élelmiszer mennyiséget elő tudtuk állítani. Ezt megelőzően ugyanis a hagyományos mezőgazdaság erre nem volt képes. Ezt is ugye a statisztikai adatok bizonyítják. És ezt is szerepeltettem ebben a könyvben. Nos, tehát ugye ha már ilyen élelmiszerbőség szakadt ránk is, mint a világ több más országára, nemzetére, ez a bőség okoz egyre több ellentmondást. Az előállított élelmiszerek mennyiségével párhuzamosan nem nőtt ugyanis az emberek felkészültsége olyan tekintetben, hogy ezt a többlet élelmiszert okosan fogyasszák el. Rendkívül sok alternatív élelmiszer fogyasztás irányzat alakult ki, amelyek részben, csak részben kényszer hatására, tehát orvosi előírásra, táplálkozás és étrendi betegségben szenvedők számára, hanem lehetőségként, valóban választási lehetőségként olyan emberek is nyilvánvalóan válogathatnak, akiknek a választása nem biztos, hogy az egészségügyi kívánalmaknak megfelel. Itt mindenek előtt arra utalnék, hogy miközben elegendő élelmiszerünk van, láthatóan rendkívül nagy a túlsúlyal és elhízottsággal küzdő emberek aránya, miközben rengeteg az elhízott és túlsúlyos ember, eközben szinte ennél még több a fogyasztó fogyókúrát rendező, a fogyókúrával élő emberek aránya. Ez egy olyan ellentmondás, ami már önmagában is kizárhatja, hogy rend legyen. Mert ha egyre több a fogyókúrázó, de mellette egyre több a beteg ember, akkor, illetve az elhízott ember, akkor gondoljunk bele, valami nem stimmel. Az nem stimmel, hogy az emberek nem okosan táplálkoznak. Hogy ennek mi oka van, és milyen motivációk játszanak közre, azt részben feldolgoztam a könyvben, részben pedig még feltárásra vár a jövőben. Ez a kérdés egyik oldala, a divatok a másik oldal, ott vannak ezek a divatdiéták, amelyeket szintén meg fognak találni a könyvemben, legalább 120-at, és ahol ugye három csomópontot kellene ennek a divatdiéta őrületnek a következményeként megjelölni. Az egyik a fogyókúrák hiába valósága, amelyet az emberek nem
fedeztek még fel, de éppen tegnap idéztem Robert Ernoldnak a könyvét, amely az Alexandra kiadónál jelent meg, és a tökéletes étrend címet viseli. Ez az amerikai szerző 52 konzultáns, ezek között intézmények is vannak, nem csak híres táplálkozási szakértők. Ez egy összefoglaló véleményként azt mondja, hogy a fogyókúrák az orvostudomány tökéletes fiaskója. Tehát, hogy az orvostudomány nem tud ebben a kérdésben igazán hatásosan közreműködni. Más kérdés, hogy ő is ajánlom valami étrendet, amit nem tanulmányoztam hatosan, de valószínűleg azt se követném, mert elég önfejű vagyok. Nos, tehát a fogyókor a másik, hát ilyen nagyon divatos, és a hölgyeket elvarázsolja ez a szó, hogy lugosítás. A lugosító étrendre való áttérés. Ami egy közönséges csalás. Nem lehet a szervezetet ellugosítani, hála Istennek, bár volt olyan, aki szódabikarbonát fecskendezett a betegek ereibe, amíg aztán tökéletesen el nem pusztultak, és hát ő nem vonult börtönben, ez egy természetgyógyászó. De Young, aki ezt a lugosítás című örültséget kitalálta, és doktor predikátummal rendelkezik, Young az nem is volt orvos. Mint kiderült, Forrester díjjal került be valamelyik amerikai egyetemre, ott ugye elvégezte, és hát ettől fogva ugye ő ezt az elvet hirdette. A magyar természetgyógyászok között, hát nem a természetgyógyászok szót szeretnénk kiemelni, hanem azt, hogy közöttük vannak olyan szélhámosok, akik azt hirdetik, hogy egy mikroszkópos vizsgálattal meg tudják állapítani, hogy szükséged van lugosítására. És pedig a levet vért nézik meg a mikroszkóp alatt, ami ugye egy valószínű természeti csoda lehet, mert egy mikroszkóp alatt vérsejteket lehet látni, de pH-t nem lehet mérni. Mindez annak, aki életében mikroszkópot nem látott, viszont a természettudományos művetségnek hiány van, valószínűleg nagyon imponáló lehet, mert hát ez egy olyan műszer, nem mindennapi eszköz. És végül említeni még a méregtelenítés nevű szélhámosságot, amely ugyancsak sokakat vonz, és amelyről minden orvos azt állítja, hogy orvosilag bizonyíthatatlan, hiszen azok, akik méregtelenítő kúrákat javasolnak, nem tudnak megnevezni, de szerte a világban nem tudnak megnevezni egyetlen mérget sem, amelyet el tudnak távolítani a szervezetből. Úgyhogy ez megint egy nagyon érdekes területe ennek a könyvnek. Hát több részletet nem mondok. Köszönjük szépen! Tehát, ha jól értettem, egyszerűen a szakmai utad erre sodor, saját érdeklődésed, meg a közhangulat, a közérdeklődés okán is, mert valóban vitathatatlan, hogy manapság a táplálkozás, a mit együnk, a sok-sok különböző diéta nagyon-nagyon divatos. De ne gondoljuk, hogy ez a mi korunk divatja, mert ha felütjük a tanár könyvét, akkor felolvasom belőle, hogy Hippokratész volt az első, aki felfedezte, hogy az ételnek gyógyító ereje lehet,
de csak a középkorban kezdtek rátekinteni olyan eszközként is, amely befolyásolni tudja a vérmérsékletet és a hangulatot. Ezt azt hiszem mindannyian saját példánkból tudjuk igazolni, hogy ez az állítás igaz. Ha már kezembe vettem a könyvet, úgy láttam, sokan megvásárolták önök közül, ha végig lapozzák, két dolog tűnik fel elsőre. Az egyik csak akkor tűnik fel, hogyha végigolvassák a tartalomjegyzéket, ami viszont tényleg elsőre feltűnik, és ami nekem nagyon-nagyon kedvező tulajdonság, hogy nagyon tagolt a könyv. És nem csak tagolt tartalmilag, hanem szerkesztésileg is nagyon jól ki vannak emelve a különböző fejezet, alfejezetek, mert így nagyon könnyű benne keresni. Tehát elolvastam is, valamit megnézek, például én a bordiétát fogom kikeresni, mert a 100-valahány diéta közül az egyik bordiéta, sose hallottam róla. Annyi biztos, hogy 3 napig nagyobb és 2 napig kisebb mennyiségű bort kell elfogyasztani, és ez nekem nagyon tetszik, majd beszámolok róla, hogy ilyen. De félre a tréfával, tanár úr, hogyha elolvassuk a tartalomjegyzéket, akkor nekem ez a könyv 4 dimenziósá vált. Tehát mindenképpen a legerősebb vonulat, dimenzió az az élelmiszer. Onnan az élelmiszer, hogy alapanyag, tápanyagaink, egy kis technológia, egészen az orvosi kihatásokig, egészségre van. A második vetület az ugye, a meg kell termelni ezt az alapanyagot, tehát mindenképpen van egy ilyen mezőgazdaságinak hívnám azt a vonulat, van benne ökonómia, hát azért önmagát talán csak nem tudja meghazudtolni, és nekem a 4. dimenzió az idő benne. Tehát nagyon érdekesen, nagyon sokszor vissza, hátra, előre, föl, tehát nekem van egy erős idővonulat is benne, plusz ez a 3 alapvető irány. Tanár, kinek ajánlod ezt a könyvet ezek után? Hogy ilyen sok oldalú, sok irányú. Talán éppen amiatt, hogy sokféle vetülete és irányultsága van, talán sok mindenki számára lehet érdekes. Na most azoknak semmiképpen fordítva, azoknak semmiképpen nem ajánlom, akik különböző étrendi javaslatokat vagy fogyókúrás javaslatokat akarnak felfedezni benne. Én ettől szándékosan nagyon óvakodtam. Nem szeretnék senkinek a szakmájába oly módon beavatkozni, hogy az bármiféle félreértésre adjon alkalmat. Ezzel szemben mindazoknak, akik és ilyenek sokan vannak és vagyunk, akik a táplálkozásukat vagy a családjuk táplálkozását, és meg kell említenem, hogy ezt az anyagot elépő oktattam, mint ahogy könyvet belőle, és ennek az oktatási feladatomnak a kapcsán találkozom évente 25-től 60-ig terjedő hallgatósággal, akik mindig a fél év végén egy dolgozattal zárják a fél évet. Ezekben a dolgozatokban, amelyeket csodálatos őszinteséggel írnak meg a hallgatóim, visszaköszönnek az egyéni és a családi táplálékválasztási problémák, esetleges ütközések, esetleges nézeteltérések, és az, hogy tulajdonképpen nem tudnak a családok eligazodni, az egyszerű emberek nem tudnak eligazodni. Előbb a Massimon tanári mondja, hogy olyan hirtelen köszöntött ránk a bőség, hogy nem tudunk magunkhoz térni. Valóban ez van. Tehát ha megnéznek korábbi fényképeket, nem találnak kövér embereket. De mióta a bőség
ránk zuhant azóta ugye a kövérek száma, és ezzel együtt az egészségügyi ellátásra zuhanó iszonyatos teher együtt nőtt meg. Nézem ezeket a dolgozatokat, minden családban nagyon súlyos betegségek vannak, hát azt kell mondani, hogy a nagyszülő kivétel nélkül, de már a szülők körében is elég sok ilyen probléma van. Tehát annak, aki érdeklődik, tehát ha most azt mondhatom, hogy ez egy tudományos ismeretterjesztő könyv, amiből úgy gondolom, hogy nagy hiány van, egyáltalán a tudományos ismeretterjesztés nem működik Magyarországon, ilyen nem létezik. Ennek a mostani rendszernek ez nem kell, ez a tudományos ismeretterjesztés. Maguk az intézmények is megszűntek, meg azok a források is, amelyeket szolgálták. Tehát valamilyen módon azt gondolom, hogy ebbe a hiátusba be tudtam lépni, és valami szerint lépést tudtam tenni az elősegítése érdekében. Köszönöm szépen. Igen, én is úgy láttam, amikor elolvastam a könyvet, hogy ez egy tudományos igénnyel megírt, de nagyon olvasmányos, élvezhető, érthető szövegű könyv, tehát nem kell szakembernek lenni ahhoz, hogy megértsük. És nekem az is nagyon szimpatikus volt, bár ezen vitáztam kollégákkal, hogy nem foglalsz sehol sem élesen állást. Tehát nem mondod, hogy ezt ne edd, vagy azt edd, vagy, hanem minden leírsz tényeket, állításokat, információkat, és mindenkinek magára bízott, hogy ő ezt eldöntse. Ezen vitáztam kollégákkal, mert ők azt mondták, hogy erősebben kellett volna irányítani a élelmiszer táplálék választás felé az olvasót, de én ebben veled értek egyet. De most így szűk körben azért mégiscsak elmondanád nekünk, hogy mik a táplálék választás, kiválasztás legkritikusabb pontjai, mikre kellene legjobban odafigyelni? Ha egészséges embereket nézzünk, az egészséges emberek táplálkozását vesszük, akkor itt elsősorban abból kell kiindulni, hogy az ember heterotróf táplálkozású, azaz növény és állati eredetű élelmiszereket egyaránt kell, hogy fogyasszon. Ezzel a fiam nem ért egyet, meg az unokáim sem nagyon, de ez más kérdés, mert ők húgsevők, majd meglátják, hogy nem volt igaz. De ez nem kívánom egyébként. De ugye ez egy a paleo, meg a egyik oldal a paleo, a másik oldal a vegetariánizmus, ugye az a tipródnak, hogy most az ember eredendően növényevő volt-e, vagy állati eredetű termékeket fogyasszon. És ekközben elfeledkeznek arról, hogy rá kell nézni az emberre. Hát vannak agyarai, a tépőfogai, amivel marcangoljon egy zsákmányállatot, vagy ha növényevőket nézem, van a testmagasságához képest 10-szeres mennyiségű bél, hossza, hogy meg tudja emészteni azt a növényt. Vagy van összetett gyomra, mint a teheneknek, vagy más kérődzőknek, mert azoknak könnyű megemészteni a növényi táplálékot. Tehát ez az első dolog, hogy növényi és állati eredetű táplálékokat megfelelő arányban fogyasszunk. A másik a makrotápanyagoknak az aránya. Ugye azt tartják, hogy a táplálkozás tudósok, hogy a fehérje, a szénhidrát fehérje zsír aránya, amit a napi mondjuk mennyi kalóriát vehetünk alapul. Hát most már ugye kövérek is vagyunk, meg nincs is testmozgás. Majd ezzel kapcsolatban még egy gondolatot mondjak. Ha azt mondom, hogy 2300 kalória, sokat mondtam egyébként, annyi se kell, akkor ennek a kalória mennyiségnek legalább ugye a
a felét szénhidrátnak kell kitenni, aztán a másik negyedét nem kell a fele legyen, mondjuk a három ötödét, az még rosszabb. Na, tessék ki segíteni, szóval a szénhidrát legyen többségben, aztán a fehérje kevesebb, valamivel majd a zsír még kevesebb, legfeljebb egy negyed része ennek a kalóriabevitelnek. Na, ez mind a kettőtől, akár a vegyes táplálkozási rendszertől, akár a makrotápanyagok helyes beviteli arányától messze menően eltér a táplálkozásunk formát, és méghozzá hosszú, tehát hosszú idő, mert rövid idejű eltérések természetesen megengedhető. Tehát vannak olyan időszakok, amikor az ember nem kívánja ezt, hogy azt ott vagy egyebet. Elfelejtettem beszólni, amikor a szerkezetét mondtad, hogy itt ül Lincsevics Klára szerkesztője a könyvnek. Klári, megkérhetem, hogy álljon föl és tapsoljuk meg, mert ez a szerkezet nem az én érdemem ezt, Klári, hát engem sem kímélve, de nagyon következetesen alakította ki. Nem a szerkezettel egyébként nem volt hiták, ugye már azzal nem volt különösen. Úgyhogy én ennyit tudtam volna erre a kérdésre válaszolni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igen, ez egy elég fogós kérdés, ez a táplálékválasztás, mert valóban, ha az idősíkon nézzük, mindig vannak olyan táplálékok, amiket úgy földob a tudomány, és azt mondja, hogy ne együnk disznózsírt, ne együnk kajat, majd együnk disznózsírt, együnk kajat, tehát ez egy vonulat, hogy itt nehéz kiigazodni. A másik vonulat, hogy mi magunk is változunk, ahogy mondta a tanár úr, tehát nyilván egy fiatal, fejlődő szervezet egészen más mennyiséget és minőséget kíván, mint egy... megállapodott. Mint igen, köszönöm, nagyon jó kifejezés, igen, tehát egy kevésbé aktív életet élő. És a harmadik, amiről még csak most kezdenek beszélni, tudományos körökben is, de szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy mindenkinek saját magának kell a saját igényének megfelelő táplálkozást, hogy ne diétát mondjak összeállítani, mert nincs két egyforma ember a biokémián tekintetében sem. Tehát van, aki jól reagál a vörösborra, van, akinek megfájdul tőle a feje, csak hogy maradjak a kedvenc témámnál. Tehát mindenképpen ajánlom mindenkinek, hogy a saját szűrőjén keresztül olvassa ezt a könyvet, hogy lehet, hogy az jön ki a könyvből, hogy célszerű sok szénhidrátot enni, de nekem az nem jó, mert utána nagyon elnehezülök, vagy nem tudom. Tehát, hogy mindenki próbálja a saját életére, saját igényeire mindezt alkalmazni és levonálni. Ha megnézzük az irodalom jegyzéket, nagyon-nagyon gazdag és nagyon-nagyon sok forrásmunkát használtál. Aki ismer téged, az tudja, hogy rendkívülatos vagy. Tehát minden adatot, értéket 5 különböző helyről leellenőrzöl. És azt gondolom, hogy viszonylag hosszú ideig tartott ezt a könyvet megírni. Viszonylag csak, mert tudom, hogy éjjel-nappal ezt írt a tanár úr, de ezt most nem árultam el. De azért ez volt egy időszak, és te közben nagyon sokat olvastál ezekkel kapcsolatban. A saját táplálkozásodat megváltoztattad-e ezen könyvírása alatt gyűjtött információk okán miatt? Változott-e a konyhától? Valamelyik biztosan változott, már csak azért is, mert valami érthetetlen abból köszvényes lettem. Ezt most komolyan mondom, hát az orvosom egy csodálatos orvosnő. Közölte velem, hogy túlságosan húst eszem.
Mondtam neki, hogy ez biztosan nem feláll meg a valóság. Na akkor gyerekkorában túlságosan. Akkor meg még kenyerünk se volt, úgyhogy ez biztos nem stimmel. De hát ezt az orvostanulmányt majd eltölt, hogy nem dönt, hogy mitől lehet köszönyt kapni. Ez biztos, hogy purin diétán vagyok ítélve, tehát nagyon kevés vörös húst tehetem, és hát inkább fehér húst és halat, amelyből a fehér hús az a inkább, de hát tűnne jó voltából hal is elég gyakran kerül az asztalunkra, amit hát ha a pisztolyt fog rám, akkor meg is eszem. Vannak bizonyos halfajták, amit szívesen eszem, mindenfélét. Tessék elképzelni, mint cápahúst is, ami pedig az emberi teljesítmény csúcsa szerintem. Ez, hát inkább a parafin maradjuk. Tehát ez biztos, hogy ez az egyik változás volt. Nagyon sok gyümölcsöt eszünk, és hát egy zöldséget egy kicsit kevesebbet. Főleg azért, mert hát én szeretek főzőcskézni otthon inkább, és én a zöldség főzelékeket nem nagyon kultiválom. Nem azt mondom, hogy megtagadom, de ha már a növényt kell lenni, akkor inkább gyümölcsöt eszem. Tehát ilyen szempontból azt kell mondanom, hogy igen, megváltozott, és hát természetesen lényegesen kevesebb, összességében kevesebb kalóriát veszek magamhoz, de senkit ne tévesszem meg a pocakon, mert itt egy nagyon vastag öv van rajta, nem szalonnából, hanem textilből, amit kényszerből viselek. Úgyhogy, de leadtam valóban elég sokat, és hát nem is szeretnék felszedni. Ezt én úgy gondolom, hogy teljesen egyetértek veled, hogy az embernek magának kell kiválasztani a megfelelő táplálkozási rezsimet. Ebben a könyvben szerepel egy mondat egyszer, egy bekezdés címe, ami így szól, hogy homo mensura, hogy az ember a mércéje, minden embernek a maga mércéje kell lennie, tehát magának kell felelni azért a táplálkozási rezsimére, amit kihagy. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és az az igazság, hogy körülbelül 50 perc áll erre a könyv bemutatóra időben rendelkezésünkre, és mindenképpen szeretnék még időt hagyni a közönség soraiban ülő kedves vendégeinknek, hogy kérdezhessenek, hogyha van valami olyan, ami most elhangzott, és még egy kicsit mélyebben érdekelni önöket, vagy általában ezzel a témával, vagy a könyvvel kapcsolatban, hogyha lenne kérdésük, akkor tessenek szívesek. Igen, az első kérdés az mindig nehezen születik meg. Akkor én kérdezek egyet, hogy melyik lenne a helyesebb, margarin vagy a vaj, mert ez felmerül a másik szót, és ez egy... Mind a kettő. Nagyon jó. A margarinnak, amelyet egyébként az úgynevezett élő élelmiszer hívei, ezek bizonyos szekták, amelyekről a könyvben táplálkozási szekták és hát bizonyos fogik vallási szekták is. Ezek hát a pokolba kívánnak, és mérgező vegyületnek tartanak. Mostanáig volt bizonyos alapja a margarintól való idegenkedésnek a tranzsír savak miatt. Ma már gyakorlatilag olyan kicsi a margarinoknak a transz zsírsav tartalma, hogy elhanyagolható. Tehát ezt egy nagyon komoly gyártás technológiai fejlesztéssel sikerült megoldani.
Viszont ezzel szemben azt az előnyét a margarinnak általában elfelejtik, hogy dúsítani lehet rendkívül értékes adalékanyagokkal, vitaminokkal, esetleg ásványosóval. Érdemes megnézni, hogy a vitaminok ilyen szempontból sokkal kiválóbbak. De most a baj, hogyha egy kicsit pikét módon folytatnám, azt kell mondanom, hogy hamarosan luxus élelmiszer lesz. A vaj előállítási költsége rendkívül magas. A vaj, vajat adó tej, a tehén tartás, hogy úgy mondjam, az egyik legnagyobb környezetvédelmi probléma a metán szennyeződés miatt, és hát rengeteg a víz fogyasztása a szarvasmarha tartásnak, illetve a vajnak is. Néha, hogy visszagondolok, hogy amikor az Európai Unióba beléptünk, ugye ez 2004 óta, ha jól emlékezem, akkor még az Európai Unió vajhegyekkel küzdött, meg húshegyekkel, meg ilyen problémái van. Most ez nincsen, most vajhiány van. Ez nem csak azért, mert ugye ilyen tudományos meggondolások ellene szólnak, hanem hát tessék csak belegondolni, a tehénhez hajnali kettőkor föl kell kelni. Meg kell etetni, meg kell fejni. Miközben a falusi munkaerőnek a munkaerő világszerte fogy, Magyarországon is egyre kevesebb a falusi munkaerő, tessék csak belegondolni, hogy hogy tudunk megfelelő életminőséget biztosítani azoknak a termelőknek, akik ilyen módon vannak foglalkoztatva. Ez egy nagyon komoly probléma. Én nem tudom, hogy lesz elegendő vajunk. Hát most már meg azt látom tegnap este a tévében, hogy drágább a sertéshús idén, mint tavaly, mióta lement az áfája. Na most akkor el lehet gondolkodni azon, hogy valami strukturális probléma lehet, mert ez tényleg nem érthető. De nem a marhahúsról van szó, rögtön mondom. Nem a marhahús az, aminek a drágulása elsősorban itt most felmerült a sertéshúsért. Köszönjük szépen. Jó, hogy nem én válaszoltam, mert én biztos egyértelműen a vajat emeltem volna ki. Egy másik szempont szerint... Tünde is. Biztos ez a lányos tanár. Azért, mert a vajban páros szénatom számú zsírsavak vannak. És a szervezetünkben az enzimek kettesével bontják le a zsírt. Tehát ezt le tudják. A margarinban meg ugye a gyártás miatt hidrogénezés, ott ahogy esik, úgy puffan, ott páros és páratlan is van. És én azt gondolom, hogy az jó, hogyha a szervezet olyat kap, ami természetes anyag, és amiről van készülve. De abban egyetértek vele, tanár úr, hogy a mai margarinok már nem hasonlíthatók a régiekhez, és azért senkinek nem lesz baja, ha margarin is eszik, és maga is eszik. Köszönjük szépen a kérdést! További kérdések? Tudtam volna kérdezni, hogyha olvastam volna előre a könyvet, de most... Utólag is lehet, igen, utólag ki fogom kérdezni. Az érdekel, hogy nem tudom, hogy mennyire tért ki az éhezésre érintőlegesen, hogy az afrikai kontinenssel van-e valami rálátásod a szakirodalom alapján? Nincsen az afrikai kontinense rálátáson. Hát annyit az éhezésre kapcsolatban elmondanék, hogy ha megírtam már azt a következő könyvet, akkor azután következő könyvet az éhezésről szólni. Körülbelül ilyen tematikával, hogy böjtös lányok, éhező szentek, fényevők.
Ez egy jó logika is van. Az éhezés igen nagyon komoly problémása van Afrikában, amit az újsághírekből tudok, azt látom, hogy tegnap is felmerült a szegedi bemutatón, hogy a nemzetközi szervezetek, sem a WHO, sem a FAO ezt a problémát megoldani nem tudták eddig, és pedig hát a WHO, illetve a FAO esetében bizonyosan tudom, hogy azt az elvet követték, hogy meg kell tanítani termelni az embereket, és nem a segélyezés az, ami segít rajtuk. Ennek ellenére hatalmas volt, vagy nagyon csekély hatású volt a nemzetközi beavatkozás, és pedig ennek úgy gondolom, hogy nemzetközi politikai okai is lehetnek, vagy elsősorban azok. Tudnék addig, amíg ott különböző felfogású csoportok egymás ellen harcolnak, és amíg mindent pénzre lehet tenni ennek a harcnak a finanszírozásához, addig az élelmiszert is pénzre fogják tenni, és ez történik a napjainkban is. Ott alapvetően a békét kellene megteremteni Afrikában, aminek a kilátásait azért nem tudok hozzászólni. Nem? Eléggé nehéz látni. Nem tudom, hogy elégítettem a válaszom, de nem tudok többet mondani. Köszönjük szépen! Én is szeretnék egyet kérdezni. Mind a multinacionális cégeknek, mind az a gyógyszergyáraknak érdeke tulajdonképpen, hogy egészségtelenül étkezzünk. Ez elég furcsa dolog, de ebből gazdagszanak. És hogy hogyan lehetne a marketing mindenhatósága mellett az embereket mégis valahogyan az egészséges táplálkozás irányába terelni, már úgy meglátása szerint, mert hogy tulajdonképpen ezek szerint minden, amit eddig ettünk, az így. Hú, ez akkora bonyolult kérdés, hogy ez talán még Afrikánál is nehezebb. Megmondom, hogy miért. Én nem látom be először is azt, hogy miért lennének a multinacionális nagyvállalatok abban érdekelve, hogy egészségtelen élelmiszereket forgalmazzanak. Tehát a közhangulat ezzel kapcsolatban szerintem rendkívül módon túlzó. Azok a vélemények, amelyek ilyen álláspontokat foglalnak el, és időnként kormányzati állásforralásra is késztetik az illetékeseket, hogy tudnilik Magyarországon ugye rosszabb minőségű élelmiszert forgalmaznak, mint az anyaországban. Ezt én nem tudom belátni, egy dolgot azonban szeretnék ezzel kapcsolatban biztosan mondani, és pedig azt, hogy az üzleti életnek van egy olyan törvényszerűsége, hogy azért a kínálatnak a kereslethez kell alkalmazkodnia. Itt mi ugye olyan viszonylag alacsony élelmiszer árakkal vagyunk, amelyek viszonylagosan alacsonyak. Hát van, akinek megfizethetetlenek, de mondjuk nemzetközi összehasonlításban elképzelhető, hogy alacsonyabbak, és akkor ezért az alacsonyabb árért, a magyar az ugye árérzékeny fogyasztó, ezért az alacsonyabb árért nem lehet csúcsminőséget várni. Pontosabban szólva, akkor bele kell tenni mindent, amit lehet, hogy ez a fogyasztó ugye megvegye és jól lakjon ezzel a termékkel. A másik, ami ezzel szintén kapcsolatos, hogy ha a fogyasztó nem képes eldönteni, hogy mire van szüksége, akkor valóban kénytelen elfogadni azt a kínálatot, amit adnak neki.
vagy ha a fogyasztó nem elég figyelmes. Mi, akik ugye többségben élelmiszeripari érdeklődésűek vagyunk, nekünk van egy olyan, vagy mezőgazdasági, a kedves miniszter úr, van egy olyan rossz szokásunk, hogy bemegyünk egy gyárba, akkor megnézzük a terméknek az összes információt, és annak alapján fogunk választani. Ez egy ilyen foglalkozási ártalom, ami hát nem lenne baj, ha másokat is elkapna. De hát ugye azt tudjuk, hogy a magyar fogyasztó egyébként műveletlen. Hát mondjuk ki nyugodtan. A magyar fogyasztó arra, hogy diabetikus, azt hiszi, hogy meg kellett változtatni ezt a jelölést, a biztos tetszeni tudni. Nem szabad ráírni, mert a diabetikus vagy a más összefüggésben a bio az valami szuper minőség képzetét keltheti a fogyasztóban, miért nem így van. Tehát ahhoz kell valami műveltség, alapműveltség, felkészültség, hogy a fogyasztó tudatosan válogasson. És akkor azt kell mondanom, hölgyeim, hogy hát az egy nagyszerű dolog, hogy ma bemennek egy áruházba, akkor ugye megnézik az anyagát a ruhának, meg elől három hull van-e, vagy két zsabó, vagy nem tudom micsoda. De hát legalább ilyen figyelmmel kellene viszonyulni az élelmiszerekhez is, és akkor talán elnézést kérek, ez már nagyon személyeskedő volt. Hölgyeim és uraim, tehát legyenek szívesek az élelmiszerek címkéjét is elolvasni. És én nagyon remélem, hogy ez a könyv sokat fog ebben segíteni, hogy a magyar vásárló, hát mondjuk úgy, hogy tájékozatlan, de ez való igaz, hogy rendkívül fals információk forognak közszájon, és sokszor az újságírók is ennek alá tesznek, mert hogy bizonyos köröknek bizony ez erősen érdekük, hogy ez vagy az a termék fogjon beltartalmi értékeitől függetlenül vagy függően. De én őszintén remélem, hogy ez egy tényleg olyan könyv, ami segít minket majd a választásban, segíti a figyelmünket ráirányítani egy-egy kérdésre, hogy azt még nagyobb mélységében is megvizsgáljuk. És a következő könyvedet is nagy érdeklődéssel és izgalommal várjuk. New Yorkban fog megjelenni, úgyhogy... Nem baj, nem probléma. Nagyon szépen köszönöm a megjelenésüket, köszönöm szépen, hogy kérdéseikkel még tovább segítették ezt a bemutatót, és azt gondolom, akiben még maradt valami megválaszolatlan kérdés, akár most, akár később, tanár úr nagyon szívesen áll a rendelkezésükre. Köszönöm szépen a figyelmet.